apámmal már megint összevesztünk. És már megint az autón. Minek nekem ez az angol vacak? Ennyiből már kijött volna egy S-osztály is. Hiába mondom neki, hogy stílus, meg vezetési élmény, úgyse érti. Azt mondja, elege van belőlem, keressek munkát, mert nem ad több pénzt. Rajta múlna még mindig barna, meg puncsvagyi színű lakóparkokat építene a cég, mert az mediterrán. Az kell a magyarnak. Nem tud haladni a korral, pedig elmondtam neki már ezerszer, hogy a stílus a legfontosabb, ha ki akarunk emelkedni a sorból. És egy vintage roadsternél mi lenne stílusosabb? A vintage-ben én vagyok a Sean Connery. Alattam kanyarog a Riviera szerpentinje. Érzem a sós tengervíz illatát. Ez nem érdekli, vezet majd a Milán. Azért tart az ember sofőrt. Ez még csak ül hátul és nézi YouTube-on az anyát, mert az művészet. Nem akar ő kitörni sehonnan. Változatosságnak elég néha autópályaépítés, a többi meg az a kurva lakóban. Pedig nincs annál unalmasabb. Egyen lakások, egyen bútorok, amiknek használból újabb egyházakat építenek és egyen Mercedeseket vesznek. A múltkor a golfklub előtt is annyi állt, hogy először egy másikba ült bele. Ezek az asztalont azt nem téveszed össze semmivel, mert a motortere önmagában elárul mindent. Az első tengely előtt tényleg csak a hűtő van, kificzen mindenütt az alumíniumváz, meg ott a hatalmas X-alakú merevítő. Nincs rajta egy gram felesleges burkolat sem, csak épp annyira versenyautós, hogy szinte hallom a lanzaját. Nem az 510 ló, a 3,8 másodperces 0-100-a fontos, hanem a karakter. Igen, kérek inni. Igen, tényleg Martinit jéggel. Rázva öregem, rázva és nem keverve. Pierce Brosnan szerinted hogy itta? A baszki, ezt se tudja, mivel jöttem. Csajom, szerint csak agyamra ment a pénz, és jó dolgomban már nem tudom, mivel különcködjek. Egy Simonetta, aki insta celeb, az ne vádoljon különbséggel. Örüljön egy Aston mosat a vasárnapi posztjában. Egyébként meg nem tudom, mi történne egy nap nem késne. Persze, menjek el érte, de ne az új autóval, mert a haverjai azzal szivatják, hogy mi ez a faceliftes MX-öt. Stílus, barátocskáim. Azt mondja, miért nem veszek egy 911-es, mintha neki nem lenne tök mindegy. Mellettem ülni bármiben tud, fotózni meg úgy is viszik, és odaállt a 100. piros Ferrari mellé. Imádom ezt az autót. Indítás után a mélyről feltörő heves szeleterésre kidörgőkből. Aztán jön az izomautós reszelő V8 Rock Fesztiválja a tűzfal mögül, és fordulaton megérkezik a hegyes sportmotor üvöltés. Váltás után tiszteletteljes sor tűzre, mintha minden elégetett csepp benzinig diadal piros betűs ünnepe volna. Az is. Az meg nem láttad, hogy én vagyok a Daniel Craig? Jó estét! Közúti ellenőrzés. Fogyasztott alkohol? Hát ezt tényleg nem látja, mivel vagyok. Jó, meg kellene ezt itt. Mégiscsak egy esmerci kellett volna meg a Milán. Ez nagyszerű. Ejjjj, Daniel, ez bizony egy probléma. Most kérjetek pénzt meg én attól a szerencsétlentől, és hallgathatom a fasságait. Mint a bármikor bármit jobban tudnak.